Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Vereséggel kezdte az alsóházi rájátszás második körét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. 13 érmet szereztek a világbajnokságon az újfehértói kempúsok. 8 gólos győzelmet aratott az újfehértó Kálus Emjén SSE ellen a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Hazai pályán szenvedett vereséget az alsóházi rájátszás második körének első fordulójában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az atomerőműese csapatát fogadták, és a vendégek 88-81-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A bemelegítésnél derült ki, hogy három meghatározó játékosa nélkül érkezett Nyíregyházára a bennmaradását már bebiztosító atomerőműese. Az első negyedben kiegyenlített volt a játék, 10 perc után 4 ponttal vezettek a vendégek. A második játék részben újabb 5 pontot tett hozzá előnyéhez a Paks, amely a fordulás után tovább növelte a különbséget. Volt, amikor 16 ponttal vezettek a vendégek, de a cápák a negyedik negyedben elkezdték a felzárkózást. Ez egészen 2 pontos különbségig sikerült is, ennél közelebb azonban nem engedte ellenfelét a Paks. Az utolsó percet már csak le kellett pörgetniük a vendégeknek, a Nyíregyháza pedig egy olyan vereséget könyvelhetett el, amelyik lehet, hogy a legfájóbb lesz, amennyiben a csapat búcsúzik a legmagasabb osztálytól. Az ellenfelünk három fontos játékosa nélkül játszott. A teljes keretükre készültünk, amikor megtudtuk, hogy tartalékosan érkezett a Paks, talán elhihették a játékosaink, hogy ez könnyű meccs lesz. Az első fél időben amatőr csapatnak tűntünk. Tiszta dobásokat engedtünk, megvertek minket egy-egyben. Érthetetlen, egyelőre én is keresem a válaszokat erre a produkcióra. Több bevethető játékosunk volt, mint az ellenfélnek. Meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, de már az első fél időben elveszítettük azt. Később ugyan visszajöttünk, Szobidani energiát vitt a játékunkba, de rossz döntéseket hoztunk szoros állásnál. Megérdemeljük a vereséget, ha összehasonlítjuk, hogy a két csapat mennyi energiát tett bele a mérkőzésbe. Vékonyka esélyünk van még a túlélésre, de nagyon nehéz dolgunk lesz. A vendégek edzője szerint a kényszerből alkalmazott szerkezetükkel meglepték a nyíregyházi csapatot. Az, hogy ma ilyen kerettel jövünk, ez csak tegnap derült ki. Tegnap még úgy volt, hogy lesz Atkinson is, Erlingsfeld is, úgyhogy ezt a felállást abszolút nem tudtuk begyakorolni, viszont most nem akarom a Nyíregyházát, nem én vagyok a védőügyvédjük, de egy ilyen szerkezet ellen azért játszani is nehéz. Tehát ugye pont bejöttek azok a dolgok, amik egy ilyen szerkezetű csapatnak, mint amik mi voltunk. Ugye sikerültek a három pontosaink. A Nyíregyháza igazából azt tudom mondani, hogy azt a védekezést választotta, amit én is vártam. De ugye ezt nem tudtuk begyakorolni, csak megbeszéltük az öltözőben, hogy próbáljunk, hogy támadjunk ellene. De emellett, amit a Milán is kiemelt, nem csak az, hogy 88 pontot dobtunk, hanem hogy tényleg az a küzdés, hogy nem tudott minket magas poszton se ledominálni a Nyíregyháza. Most a Konénak és a Kopsznak azért voltak egy-két visszatett támadó lepattanói, de ez most benne van. Nagyon nagyot küzdött mindenki, aki oda került arra a 4-5-ös pozícióra. És tényleg egyszerűen azt tudom mondani, hogy nagyot harcoltak a fiúk. Megyünk tovább, én nagyon remélem, hogy a holnap utáni napon vissza tudnak térni a sérültjeink, hiszen nekünk nagyon fontos a szombati mérkőzés is két dolog miatt, a saját közönségünk, tehát az öt hazai mérkőzést mindenképp meg szerettük volna nyerni a közönségünk miatt, és meg szeretnénk nyerni akár a honvéd ellenfelei miatt is, hiszen nem mi szeretnénk eldönteni a bennmaradás kérdését, döntsék el azok a csapatok, akik majd játszanak egymás ellen, úgyhogy mindenképp nyerni szeretnénk szombaton, ezért fogunk most dolgozni. Mondom, azért bízom benne, hogy egy-két játékos visszatér, hiszen ma ugye Grubort veszítettük el a negyedik negyedre, neki is a háta. Ő nem tudom, hogy lesz-e, Frankáron is rugást kapott, úgyhogy az orvosi stábnak is lesz munkája szerintem ebben a két napban. Köszönöm szépen, még egyszer, és gratulálok a fiúknak. A hatodik fordulóban a budapesti Honvéd 95-73-ra verte a Kaposvárt, a Szeged pedig 78-76-ra győzött az Oroszlány ellen. Az alsóházi tabella élén az atomerőműese áll 16 ponttal, a 8 pontos Nyíregyháza a 6. helyen várja a Szeged szombati vendégjátékát. 6 újfehértói kempós képviselte a magyar színeket a portugáliai világbajnokságon. A fehértói különítmény 13 éremet ért haza a Leirából.
Nagyon kemény felkészülés előzte meg a utánításokat, és reménykedtünk, hogy legalább egy-egy érmet fog szerezni mindenki. Nagyon erős a mezőny, de nagyon jó sikerült a felkészülés, nagyon sokat készültünk, nagyon sokat edzettünk, hétvégén is jöttünk edzeni a válogatott kerettel, sőt a budapesti nagymesterek is lejöttek, a Magyar Kempó Szövetség elnöke Laci Ádám is többször adott itt nekünk edzést a válogatott keretnek, úgyhogy nyugodtan mentünk el, mert tudtuk, hogy mi csak a legjobbat tudjuk kihozni magunkból, mert felkészültünk. Milyen érem termését értetek haza? 6 újfértói különítmény a 11 fős válogatottból, 2 aranyérem, 2 ezüstérem és 9 bronzéremmel tért haza. Tehát 2 világbajnokot is avathattunk, meg fogadhattunk itt Újfehérton. Mindenképpen dicsérjük meg az ő nevüket, bár a többiek is elismerést érdemelnek. Szabó Tibor Benedek, ő felnőtt kategóriában, mínusz 90 kilóban lett Semi Kempóban világbajnok, és Holló Bence, ő 13 éves korosztály, 65 kilóban lett Submissionben világbajnok. Az elmúlt 2, vagy most egy picit visszatekintve, majdnem 3 éve kezdődött a Covid, gyakorlatilag minden sportágban nehézséget okozott, ti hogyan vészítettétek át ezt az időszakot? Igen, nehéz volt, mert ugye a versenyek elmaradtak országszerte. Az edzés az nálunk folyamatosan ment, tehát tudtunk edzeni a sportcsarnokba, utána itt a Honvédelmi Sportközpontban. Annyi, hogy a versenyekre nem tudtunk felkészülni, vagy felkészültünk, csak nem voltak versenyek, és alig vártuk, hogy elkezdődjön a versenyszezon. Megmaradtak-e a gyerekek, mert ugye nincs megméretetés, csak az edzés van, azért a sokaknak csalódást okoz. Megmaradtak, hál' Istennek, mindig ugye jönnek, mennek a gyerekek, mindig vannak újak. Hát most jelenleg itt a Honvédelmi Sportközpontban van az edzésünk, 5-6-ig vannak a kis korosztály, kezdő korosztály, olyan 20-25 fővel, 6-tól fél 8-ig meg a haladó korosztály, az is olyan 25 fővel. Az elmúlt 2 évben a ti saját rendezésű emlékversenyetek is elmaradt, idén már lesz folytatás? Reméljük, hogy lesz folytatás, úgy szervezzük, hogy legyen ősszel. Milyen rangos versenyek vannak még az év hátra lévő részében? A Kempó világbajnokságon kívül lesz még egy Kempó Európa bajnokság, UNESCO Spanyolországban lesz, ez októberben lesz megrendezve. 2 év kihagyás után, ugye a Covid miatt volt szünet, ismét rendeztek Kempó világbajnokságot Portugáliában, Leirában. A szünet után milyen tervek, elérésekkel, formában utaztál el a VB-re? Ez a 2 év nagyon kemény volt, ugyanis nem tudtunk edzeni normálisan, versenyek kimaradtak rengeteg, de minél több erőt fektettünk bele az edzésbe, és nagy várakozással indultunk neki ennek a világbajnokságnak. 5 éremmel, 1 aranyal, 1 ezüstel és 3 bronzal tértél haza. Mesélj egy picit, milyen körülmények között születtek meg ezek az érmek. A világbajnoki cím az Semi Kempóban született, mínusz 90 kg-ban. Nagyon kemény volt a mezőny, ellenfelek is felkészültek rendesen. Az ezüstérem Submission kategóriában mínusz 85 kg-ban. A knockdownban, önvédelemben, valamint a Full Kempóban pedig 3. helyezést értem el. Elég régóta űzöd ezt a sportágat, itt a 2 év alatt valamennyire átrendeződött a mezőny, vagy ismerősökkel találkoztál? Mindig jönnek, mennek az emberek, van egy bizonyos mag, akik mindig ott vannak, szinte mindig tudnak kvalifikálni, de persze mindig vannak újak is. Milyen visszaigazolása volt ez az eredménysor a 2 év szünet alatt elvégzett munkának? Beigazolódott, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. Hogy néz ki az év hátralévő része, milyen versenyekre koncentrálsz? Most jön egy kis lazítás. Aztán egy nyári tábor, és szeptember meg elkezdődik az újra felkészülés. 13 évesen kevés sportoló mondhatja világkupa győztesnek magát, te egy világkupa aranyér és 2 bronzat értél haza Portugáliából. Mikor kezdtél el foglalkozni ezzel a sportággal? 2017-ben kezdtem el foglalkozni. Igazából az első edzéstől kezdve nagyon érdekelt ez a sportág, és ez volt az álmom, hogy világkupa győztes lehessek. Ugye 2 évig gyakorlatilag nem versenyeztetek, csak edzettetek, ugye ez az a kor, mondjuk 11 és 13 között, amikor nagyon fontosak lennének a versenyek. Hogy élted meg ezt az időszakot? Nagyon rossz volt, mivel nem volt annyira versenytapasztalatunk, és nem tudtunk annyira felkészülni ezekre a versenyszámokra. Ugye ezzel az aranya és 2 bronzzal picit magasabbra állítottad magad előtt a mércét, mik a tervéd ebben a sportágban? A felnőtt világbajnoki cím, és igazából minden versenyszámban a világbajnoki cím. Versenyzőként nagyon sok ebén VB-n vettél részt, nagyon sok érmet szereztél, most viszont nemzetközi versenybíróként voltál részes a VB-nek. Mennyire volt ez más, milyen volt? Teljesen más volt, ugye most a másik oldalról tudtam megtekinteni az egészet. Nyilván ugye az edzősködést is csináltam a bíráskodás mellett, 3 nap
versenyeztek, ugye a srácok, én két nap bíráskodtam, egy nap edzésködtem, próbáltam azért ott lenni, meg lelket önteni mindenkivel, akivel kell, de jó volt, nekem nagyon tetszett a bíráskodás része is, próbáltunk igazságosak lenni a bíró kollégákkal is, rengetegen voltak a versenyzők reggeltől estig, csináltuk a dolgainkat, de a srácok azok ügyesek voltak. Mennyire hozták ki a maximumot a magyar versenyzők közül az újfélétóiak ebből a versenyből? Az az igazság, hogy volt rengeteg nehezítő körülmény, mert voltak srácok, akik nehezebb divíziókba kerültek, mint amibe kellett volna. Volt, hogy kevés pihenés volt az éjszaka, mert ugye az utazás is előtte lévő nap volt. Az evés-ivás se úgy megoldható egy ilyen versenyen, mint egy profi sportolónál. Szóval a rengeteg nehezített körülmények között szerintem maximálisan helytálltak a srácok, és nagyon-nagyon jó küzdelmekben vehettek részt, és kívánom nekik, hogy a közeljövőben is hasonló világbajnokságokra, Európa bajnokságokon szerepelhessenek, mert egyre csak jobb lesz, és a fejlődés ez nem áll meg. Ugye versenyzőként ki lehet tűzni egy célt, egy világbajnoki dobogó, egy ebéd dobogó, olimpiai sportágban egy olimpiai dobogó vagy aranyérem, egy versenybíró hova jutthat el, milyen célt tűzhet ki maga elé? Igazából a versenybíráskodás is olyan, mint a versenyzés, így is tudunk világot látni, így is tudunk ugye világbajnokságokra, Európa-bajnokságokra kijutni. Én nekem igazából a fő célom nem ez, hanem az, hogy a csapatom sikeres legyen, és úgy érzem, hogy ez teljesült, és szeretném, hogyha közeljövőben is ugyanígy maradna. Most kicsikkel foglalkozol ezen az edzésen, mennyire vevők a munkára, mennyire tehetségesek, ügyesek? Abszolút, ők nagyon szeretem a gyerekekkel is foglalkozni, nagyokkal is foglalkozni. Én szerintem a harcművészetet az kötelezővé tenném szívem szerint mindenkinek. Nagyon sokan járnak most is hozzám, vannak akik visszatérnek, vannak akik ugye a nagyok között is belepróbálkoznak. Szerintem minél hamarabb kéne megpróbálni egy gyereknek a harcművészetet. Teszem az, hogy a kempót azért ajánlanám mindenkinek, mert ugye ez annyira vegyes, hogy itt mindent megtalálhatnak, ami csak harcművészet. A város polgármestere mennyire elégedett ezzel a szerepléssel? Nagyon büszkék vagyunk a fiúkra. Meglátszott annak az eredménye, hogy itt Újfélétón az egyesület tagjai tudtak a Covid ideje alatt is készülni. Biztosítottuk nekik a lehetőséget és a feltételeket, hogy ne essenek ki a ritmusból és a gyakorlásból. Ez meg is látszott most a portugáliai világbajnokságon, hisz nagyon jól szerepeltek a srácok, és ez nagy-nagy büszkeséggel tölti el a város, szerintem minden lakóját. A világba is elviszik Újfehértó hírét a kempósok. Országszerte kapnak-e valamilyen visszajelzéseket? Én úgy gondolom, hogy az Újfehértói kempó csapat már letett annyit ennek a sportágnak az asztalára, hogy bárhol megfordulnak, ott mindenütt nagy tisztelet és megbecsülés övezi őket. Mennyi segít a felkészülésben, és nem csak a kempósokében, hanem a város sport életét mennyire segíti ez a Honvédelmi Sportközpont? A Honvédelmi Sportközpontban a kempósok elsőként találtak otthonra, hisz a átadást követően már egy hónapon belül ők itt tudtak készülni, és ez is köszönjük szépen a Honvédelmi Sportszövetségnek, hogy lehetővé tették ezt a felkészülést, hisz a Covid alatt is tudtak dolgozni, ami nagyon fontos volt, hisz meglett az eredménye, és egyre többen veszik igénybe az itteni szolgáltatásokat, hisz nagyon sok fiatalt úgy látom, hogy érdekelnek az itt elérhető sportágak. Nyolc gólos győzelmet aratott a nyírbátori férfi kézilabda csapat az MB2 északkeleti csoportjának 20. fordulójában. Falcsik Miklós együttese az Újfehértó Kálos Emin SSE csapatát fogadta, és 36-28-ra vert ellenfelét. Az esetleges győzelmével a harmadik helyet matematikailag is bebiztosító Nyírbátor a pont nélkül utolsó Újfehértó Kálos Emin SSE-t fogadta, így egyértelmű volt, hogy melyik csapat a mérkőzés esélyese. Ehhez képest a vendégek kezdtek jobban, a hazaiak az első félidőben végigfutottak az eredmény után. 30 perc játék után 17-14-re vezetett Bécsi János együttese, és fordulás után is jól tartotta magát 10 percig a Semjén. A 40. percben 19-19-nél lett egyenlő az állás, majd a Nyírbátor felpörgette a játékát, és 9 perc alatt 9 gólos előnyre tett szert a házigazda. Ezzel a lényeges dolgok el is dőltek, a hátralévő percekben a hazaiaknál pályára léptek a fiatalok is a végül 36-28-al záruló mérkőzésen. Egész héten felhívtam a figyelmüket a srácoknak, hogy nem szabad félvárolni egyetlen egy csapatot sem. Ez az Újfehértó a teljesen utolsó
pont nélküli csapat. Annyira látszott, annak ellenére, hogy egész héten kértem a fiúkat, most a mérkőzés előtti taktikain is, szinte nem is arról beszélgettünk, hogy hogy fogjuk ezt megoldani. Mondtam, hogy játsszuk a saját játékunkat, pénteken felkészültünk támadásból. Talán védekezésben többet kellett volna ezzel kapcsolatosan tennünk, és ugyanez, amit ugye el akartunk kerülni, ez jött be, hogy vérszemet kapnak, nekünk semmi nem akar sikerülni, még a minden labda, még az is, amíg nem kellene, az is odapattan hozzájuk. Tehát az első videóban volt olyan, hogy négyszer lőttek kapura, ötödjére tudtuk a kipattanót megszerezni. Szóval ez egyszerűen ilyen a sors, de a két csapat közti különbség végül is kijött, de ettől szerintem sokkal-sokkal több van a két csapat között tudásban. Ilyen játékos nagyon lezserű vett ezt az első félidőt, és amikor már üvöltöztem, akkor kezdtünk el egy kicsit védekezni, és akkor látszott, hogy megállt a tudomány. Arról nem beszélve, hogy a támadásainkban abban a pillanatban, hogy nem kapkodtunk, nem idegeskedtünk, ha nem sikerült a lerohanás, fölálltunk, és a bemondott mozgást szépen, türelmesen végigjátszottuk, mindig helyzetünk volt. Nagyon szép, csodálatos helyzeteket alakítottunk a második félidőbe. Az első félidőbe ez az első négy támadásnál volt így, ebből kétszer zicserből hibáztunk, és úgy gondoltuk szerintem onnantól kezdve, hogy nehogy elbújjuk már meccset, vagy nem tudom mi játszódott le a fejbe, elkezdtünk egyénieskedni. És a csapatmunka az teljesen elmaradt. És hiába kértem időt, hiába próbáltam. Egyénileg akartuk megoldani. Hála Istennek az öltöző megértették, hogy ez csapatmunka. Két mérkőzés van még hátra a bajnokságból. A bronzérem már biztos. Mi ezen a két meccsen a cél? Cél az, hogy elkerüljük ezt az idegbajos állapotot, és a héten is úgy kell készüljünk majd a jövő héten, hogy ilyen ne történjen meg velünk. A Balmazújváros is hiába ott van a középmezőnk alján. Nagyon-nagyon csúnyán megvertük őket, de hazai pályán fiatalok, lelkesek, futni fognak, nem lehet lezserkedni, nem lehet félvárva venni senkit ebbe a mezőnybe. Csináltak már éppen elég meglepetést, úgyhogy én nem szeretném, hogyha ha problémát jelentene nekünk ez a két csapat. Éppen azt beszélgettük a héten, hogy milyen szerencsés sorsolásunk van, hogy tulajdonképpen három idézőjelben könnyű ellenfél maradt a végére, és akkor nem kell széttépjük magunkat, nem kell szétszakítani, de az sem, hogy lelazulj a hatos anya, és akkor elgurul valahova a fűbe. Most nagyjából mi így jártunk, szóval letekeredett az anyacsavar is, és egyszerűen nem találtuk önmagunkat. A második fél idő tényleg olyan a 40. perce környékén, amikor egy kicsit megráztuk magunkat, elkezdtük a jó védekezést, abból az indulásokat és a jó befejezéseket, akkor megváltozott a játékképe. Egy fiatal játékos számára minden játékre sokat jelent. Mennyi időre számítottál ez a meccsen, amely úgy indult, hogy egy könnyű mérkőzés lesz, aztán végén annyira nem sikeredett könnyedre? Természetesen úgy készültünk, hogy ma játszani fogunk. Jobb lett volna több játék lehetőséget kapni, de hát kicsit belekényelmesedtünk az ellenfél tempójába, aztán így a győzelem azért nyilván elsődleges, így csak a végére tudtunk pályára kerülni. Amikor beálltál, rögtön kihasszoltál egy 7 méteres és egy 2 perces kiállítás, mekkora önbizalmat ad egy ilyen esemény? Igazából az önbizalmammal nincsen probléma. Amikor felmegyek a pályára, próbálom megmutatni azt, hogy mire vagyok képes segíteni a csapatot. Milyen ez a társaság egyébként a pályán és a pályán kívül, egy fiatal játékos szemszögéből? Pályán kívül is és a pályán is nagyon befogadók voltak. Nagyon viccesek, amúgy sokat tudok tőlük tanulni igazából, minden szempontból csak pozitívat tudok mondani róluk. Papíron idézőjelben téve két könnyebbnek ígérkező mérkőzés van hátra, bár ha ebből a meccsből indulunk ki, akkor egyáltalán nem biztos. Mire számítasz ezen a két meccsen saját és a csapat szempontjából? Remélem, hogy sikerül végre ugye a régi formánkba játszanunk, és az első perctől kezdve úgy hajtanunk, mint most a második félidőben, és ezzel együtt több játék lehetőségre egyénileg is. Egy kézilabda egy két fél időből áll, de talán nem bántod volna most szabályt módosítanak, ez egyszer is azt mondják, hogy 30 perc játék után vége a meccsnek. Nagyon jól kezdtétek a meccset, és tartottátok is. Talán 40 percig 3 gólos vezetés szerezhetek az első fél időben. Meglepett téged is? Őszinte leszek, tehát én valahol erre számítottam az első fél időben, a Bátor nem tud úgy felpörögni, mint amennyire ő szokott, vagy az ő sebességébe tud játszani. Nekünk még az elején tehát ültek a lövések, tehát nem hibáztunk, minden
lövésünk góllal zárult, talán egy vagy két hibás lövésünk volt, a Bátor elkapkodta a lövéseket, mi pedig szépen kijátszottuk helyzetekig. Ebből alakult ki az első fél időben az a három gólos előny, amit a második fél idő, ahogy mondtad, olyan 45 percig tudtuk tartani. Hát sajnos kijött az, hogy létszámba kevesen vagyunk, és a belső poszton nem tudtam cserélni. Jött a fáradtság, azért a belső poszton két-három emberem is, tehát elég hosszú tartó betegség sérülés után volt, és nem volt meg a minőségi csere, hogy szoktam mondani, legalább egy ember még hozzá, hogy be tudjak cserélni. Ifistájaim voltak, akik ilyen epizód szerepet be tudtak vállalni, de egy ilyen masszív fal ellen azért ők még kevesek hozzá. Hát természetesen, ahogy ment az idő, a második fél időben jött a fáradtság, jött a hiba, és utána a Bátor könnyű gólokat tudott lőni, tehát azzal nyerte meg a mérkőzés, hogy lőtt nekünk 6-7-8 indítás gólt, és ezzel eldöntötte a mérkőzést. Az előző fordulóban egy gólos vereséget szenvedtetek, nincs pontja a csapatnak, mennyire nehéz így tartani a tüzet, hogy hiányzik a sikerélmény, úgyhogy egyszer-kétszer közel álltatok a pontszerzésre. Azt tudni kell, hogy az a csapat, amit én a nyáron összeraktam és megadtam, az teljesen borult, tehát az nem az a csapat, ami most van itt nálunk. Szezonkezdésre a kulcsjátékosainkból három ember kidőlt, lesérült, úgyhogy abba is hagyták a játékot, utána pótolni már nem tudtuk, és lényegében a minőségi játékosok hiányába szenvedtünk. Maradtak, akik esetleg rutinosabbak, egy-kettő, hozzá a fiatalok, és ezzel próbáltuk végigbunsztolni itt a szezont. Az őszt sajnos beleszaladtunk olyan mérkőzésekbe, amit meg kellett volna nyernünk, de nem nyertük meg, itt több tényezőből tevődik össze azért, tehát nálunk nem a pénz dominál, hanem hobbi szinten kézilabdáznak, és el kell fogadni azt, hogyha valaki munka miatt vagy a család miatt nem tud lejönni mérkőzést játszani, akkor nem tudom a személyre vetni, hisz nem ebből élnek. És annak is örülök, hogyha összetudunk így sajnos azt kell mondani, verődni, mert nehéz a játékosokat összeszedni. Sok csapat van itt most a megyében, MB2-es, nincs játékos, nincs MB1-es csapat, sem MB1-B, ahonnan lehetne meríteni. Elfogytak a nyíregyházi játékosok, akikkel dolgoztunk annak idején. Szenvedünk, mert nincs kinek. Tehát azért a Nyírbátornak is van egy jó sora, és utána a második sora már ő is a fiatalokhoz nyúl. Kisvárda úgy szintén van egy sora, Tiszavasvárjának van egy sora, mindenki egy sorra gazdagodik. Tehát nem egyszerű a helyzet. Van két mérkőzés, lejátszuk becsülettel, és utána majd meglátjuk, hogy mi hozza a következő szezonra a versenykiírás. Ha úgy alakul, beadjuk az igényünket az MB2-re, bár ahogy halljuk, elég jelentős szükítések lesznek, és nem csak mi lehetünk itt a kiesők, hanem még meglepetés kiesések is lesznek, és annak tükrébe pedig egy nagyon erős megyebajnokságnak nézünk elébe, amiről nehéz lesz visszajutni. Ha igazak a hírek, tehát hogy leszűkítik az MB2-t, akkor ebből a csoportból is még akár 4 kieső is lehet, az északi csoportból úgy szintén, és akkor azok a csapatok meg szeretnének visszajutni majd az MB2-be. Tehát meg kell küzdeni úgy fent azért, hogy MB2-es tagsága legyen a csapatnak. Én nem vagyok kétségbeesve, a fiatalok jól dolgoznak, hisz ebbe az évben nagyon sok mérkőzésen szerepeltek az MB2-be, van bennük potenciál, van bennük lehetőség, amire megpróbálunk építeni. Nem fogok kétségbeesni, hogyha nem lesz MB2. Dolgozunk, csináljuk, neveljük az utánpótlást, és utána, hogy összeáll megint egy olyan garnitúra, akkor újra neki megyünk. A forduló további eredményei a következők: Tiszavasvári SE Balmazújvárosi KK 41-29, Acélváros KK Kisvárdai KC 31-22, Fehérgyarmati VSE DVTK 32-40, Kazincbarcikai KSE Deac 2 30-38 és Hajdúböszörményi TE Mezőkövesdi KC 25-35. A tabella élén a Mezőkövesdál 38 ponttal megelőzze a szintén 38 pontos egy meccsel többet játszó DVTK. A 32 pontos Nyírbátor a hátralévő két mérkőzés eredményétől függetlenül a harmadik helyen zárja a bajnokságot. Falcsik Miklós együttese a jövő hétvégén Balmazújvárosban lép pályára. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!